Kedvezően véleményeztem a képviselőház és a szenátus jogi bizottsága Fábián Gyula jelölését a népügyvédje tisztségére. A kétház együttes plénuma várhatóan hétfőn nevezi ki az RMDS jelöltjét az ombudsmani tisztség betöltésére. Jó napot kívánok, drágy kollégin Penele! Puskaporos hangulatban zajlott szerdán a népügyvédje tisztségre javasolt Fábián Gyula meghallgatása a kétház jogi bizottságában. Kérdéseikkel az autonómia, a nemzeti kisebbségek jogai kapcsán támadták a jelöltet. Ce părere aveți despre autonomia ținutului secuiesc este foarte important pentru noi. În ceea ce privește autonomia ținutului secuiesc, într-un fel m-am așteptat la această întrebare și doresc să vă spun că în cadrul Consiliului Europei, adunarea parlamentară, prin rezoluția numărul 1334/2003, a recomandat tuturor statelor membre instituirea unor astfel de forme, rezoluția fiind intitulată Experiența pozitivă a regiunilor autonome ca sursă de inspirație pentru soluționarea conflictelor din Europa. Vă vorbesc în calitate de reprezentant al unei minorități italiene, în speță minoritatea italiană în Parlamentul României și nu am auzit din cuvântarea dumneavoastră niciun cuvânt despre respectarea drepturilor cetățenilor români de anumite etnii. Vă asigur că, având această sensibilitate specială pentru minorități, nu vor fi uitate nici aceste grupuri etnice, dar, pe de altă parte, eu trebuie să fiu avocatul poporului. Végül a jogi bizottság többségi szavazattal kedvezően véleményezte Fábián Gyula jelölését az ombudsmani tisztségre. Híradónknak kifejtette, az ellene irányuló kérdésekre számított. Meglátjuk, hogy a parlament vajon túl tud-e ezeken a dolgokon lépni. Én úgy gondolom, hogy tudtam felelni azokra a támadásokra, amelyek engemet értek. Az autonómiával kapcsolatban pedig újra elmondom, hogy ez egy egyesség kérdése, jövő kérdése. Fábián Gyula ügyész, egyetemi előadó tanár ombudsmani jelöléséről a koalíciós partnerek keddeste állapodtak meg. A plénum várhatóan hétfőn szavaz kinevezéséről. Közben a szociáldemokraták arról tájékoztattak, a Velencei Bizottság levelet intézett a parlament két házelnökének, amelyben kéri, tisztázzák Renate Weber tisztségből való visszahívása körülményeit. A szociáldemokraták úgy vélik, a kinevezés elindításával meg kellene várni a taláros testület döntését az ügyre vonatkozó alkotmányossági kifogás kapcsán.